Mintegy 230 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön, és körülbelül 65,5 millió évvel ezelőtt ki is pusztultak a dinoszauruszok. Népszerűségük a gyermekek körében azonban majdnem olyan óriási, mint néhány faj termete volt. A gyermekkönyvtárban is 3 héten keresztül minden az ősállatokról szólt, hiszen a könyvtárosok azt tapasztalják, nem csak a fiúkat, de a lányokat is nagyon érdekli a téma. Ezért is választották ezt a tábor tematikájának. Igyekeztünk minél érdekesebb programokat szervezni számukra. Nyilván minden dínos, minden e téma köré szerveződik. Tettünk bele mozgásos feladatokat is, dínó jogát, dínó fogót, kreatív foglalkozásokat is, amit ugye most is láthattunk. Benedek pedig büszkén meg is mutatta nekünk, mit készített. Itt most varrunk egy könyvjelzőt, és dínótáborban vagyunk, így hát dínóformájuk csinálunk. Itt a tapancsa, úgy kell berakni, hogy berakjuk a könyvbe, és így a lábnyoma majd ki fog látszódni, és így tudjuk, hogy honnan hol járunk. Nem véletlen készült könyvjelző, hiszen természetesen az olvasás népszerűsítésére is szántak időt. Mivel egy gyermekkönyvtárban vagyunk, ezért nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy mese is legyen. Természetesen egy dínós mesét dolgoztunk fel közösen, Berg Juditnak a két kis dínó a zsírkrétakorban. Ez is nagyon tetszett a gyerekeknek. Örömmel tapasztaltuk, hogy a számítógép és az internet meg a mobiltelefon világában a gyerekek még nagyon szívesen ülnek le mesét hallgatni és klasszikus társas játékkal játszani. De volt origami, fürdőbomba készítés, gipszöntés, illetve pólófestés is. Egyen dínos felsőt készítettek, melyet a kirándulás alkalmával mindannyian fel is vettek. A fővárosi állatkertbe látogattak el, ott töltöttek egy felejthetetlen napot. A tábor 3. turnusa is tehát sikerrel zárult, a gyerekek pedig örömmel gondolhatnak majd vissza az itt szerzett élményekre.